redukáló szénhidrátok kimutatása következik, egészen pontosan a glükóz redukáló tulajdonságainak a kimutatása fénylő reakcióval. Vegyük fel a megfelelő védőfelszerelést, gumikesztyűt és a védőszemüveget. Két oldatot fogunk használni a kimutatáshoz. A fénylő egy oldatot, ami tulajdonképpen nem más, mint a részszulfát oldat, és egy kémcsőbe körülbelül 2-3 ujjit beleöntünk. Lehet látni a részszulfát oldatnak a világos kék színét. A következő lépésben ez a fénylő egy oldathoz fénylő kettő oldatot fogok önteni. Fénylő kettő oldat nátriumhidroxidot tartalmaz és kálium-nátrium tartalátot. Lassan csöpögtetem bele, egészen addig, amíg a kezdetben kiváló csapadék mély kék színnel föl nem oldódik. Először egy sötét kék csapadék keletkezik, amely a reagálásnak a feleslegében mély kék színnel föl fog oldódni. Ez az oldat a rész-2 ionokat tartalmazza, melyben az oxidációs száma a rézionoknak +2. A folyamat során a redukálószer a glükóz, ami tulajdonképpen aldehid csoportot tartalmaz, vagy másképpen formin csoportot, ennek a redukáló hatását fogjuk kimutatni. Lúgos közegben ez az anyag, ez a rész-2 ionokat egyszerese pozitív rézé redukálja, és rézegyoxid keletkezik. Ez vörös színű, a reakció végén ezt kell majd kimutatnunk. Ehhez először is oldatot fogok készíteni, glükózból vagy szőlőcukorból. Desztillált vizet öntök a kőzőpoharban lévő szőlőcukorhoz, és üvegkot segítségével feloldom. Ezt az oldatot hozzáöntem a fényű oldatokhoz. Kicsit összerázom, és borszaszégő segítségével melegíteni fogom. Megnyitjuk a borszaszégőt. Befogom a kémcsőfogóba, és óvatosan melegítem. Néhány percig eltart a folyamat. Tehát még egyszer ez a reakció redukáló aldehid csoport vagy formin csoport kimutatására szolgál. Természetesen nem csak a szőlőcukor mutatja, hanem minden olyan szénhidrát, amely tartalmaz formin csoportot, illetőleg hát természetesen az aldehidek. A formaldehid, illetve az acetaldehid szintén mutatja. Figyeljük meg a reakció során bekövetkező színváltozásokat. A kék színű oldatnak az alja kicsit már kezd zöldülni. Ez a rézegyhidroxidnak a jelenlétére utal. Ez a köztes termék a folyamatnak, és majd a végén, amikor a rézegyoxid kialakul, akkor tényleg az teljes a reakció. Az anyag most már egészen zöldszínű. Most már az oldatnak a teteje is kezd bezöldülni, tehát még egyszer ugye ez a rézegy hidroxidnak a színe. A további melegítés hatására vízvesztés következik be, és ennek nyomán kialakul a rézegy oxid, amelynek a képlete Cu2O.
Most már látható a színváltozás. A zöld szín határozottan kezd vöröses színűvé válni, még nem teljes a folyamat. Nagyjából egy színátmenet alakul ki. Egészen forrásig fogom melegíteni. Azt hiszem, hogy most már pillanatokon belül készen leszünk, és elmondhatjuk, hogy a fém reakció pozitív lett, tehát valóban redukáló hatású szénhidrát található az oldalban. És azt hiszem, hogy készen is vagyunk. Ilyen színűen a vörös is szóval.